íme egy kis ízelítő abból a karateforma gyakorlatból, amit a Tolnai Karate Klub kiválósága a csehországi Európa-bajnokságon bemutatott. És produkciója az U17-U18-as kategóriában bronzot ért. Megyei viszonylatban is kiemelkedő sikeres. Az úgynevezett katában, ahol még nagyobb a konkurencia, mint a kümitében, ennél nagyobb, értékesebb eredményt csak a bátaszékiek sportág csináló edzője Nagy Ákos ért el pályafutása során a fénykorában, aki Európa bajnok lett. A kümitében jeleskedő, a pályafutása során inkább a kümitében jeleskedő Bali Ervin edző felettébb örül annak, hogy tanítványával 2 évvel ezelőtt közösen úgy döntöttek, érdemes lesz Ádámnak csak a formagyakorlatokra koncentrálni, hagyni a küzdelmet. Egy olyan kaliberű versenyzőről beszélünk, aki hihetetlen nagy alázattal dolgozik. Ugye a tehetség az mindig csak egy adott állapot, hogy valakinek van tehetség, vagy nincs. Nyilván szükséges ahhoz, hogy valaki mondjuk eredményes versenyző legyen, de az, hogyha valaki, ahogy te is említetted, motivált, és megvan az a saját ön által, saját maga által gerjesztett motiváció, és azt gondolom, hogy az a legfontosabb, és ez egy páratlan szolgalom, vagy páratlanul kimutatom a szolgalom párosul, akkor én azt gondolom, hogy az ilyen emberekből nagyon jó versenyzőt lehet faragni. Már tavaly közel volt az EB aranyhoz, 1 tized pont hiányzott hozzá. Örvendetes, hogy most is közel volt ahhoz, hogy esetleg elhódítsa az Európa-bajnoki címet. 1-1 tizeddel kapott kevesebbet Veres Ádám, mint az előtte végző győztes, illetve ezüstérmes. Visszanézve a gyakorlatokat, igazságérzete azt mondatja, nem ő volt bizony, akit a zsűri a pártfogásába vett volna. Az a baj, hogy ezt nem lehet pontosan meghatározni, mivel annyi bíró, annyi szempont. Mindegyik bíró sokszor más néz, mint a másik, ezért néha olyan eredmények jönnek ki, amire nem számítanánk. Korrekt volt a döntés? Annak ellenére, hogy gondolom a harmadik helynek is nagyon örült. Hát van, aki szerint korrekt volt, valaki szerint nem. Ebben a karate szakákban domináló Oroszország 2 versenyzője került Ádám elé. Az, amit a tolnai versenyző momentán tud és ahová fejlődhet, mindenképpen egy világbajnokságon való megmérettetést követel. Hát erre Portugáliára folytatják már most a felkészülést, éppen katája egyik komoly koordinációt igénylő összetett mozgás sorát gyakorolták az egyik edzésen, egyértelműen a javítás szándékában. Mindenképp erőben, sebességben, tehát a fizikális állapota Ádámnak sokkal jobb volt, mint az első 2 helyzetnek. Technikai problémákat találtam felfedezni, illetve már évelején úgy álltunk neki a felkészülésnek, hogy az idei fő cél az a szeptemberi világbajnokság lesz. Ez az EB, ez egy ilyen másodrangú célnak lett beállítva. Erőlét után most a dinamikán van a hangsúly. Most a második fél évben fogunk egy picit még a fizikális képességek közül a sebességre rámenni, illetve most még lesz egy kis technikai csiszolás. 1-2 dolog előjött most ezen a korosztály sebén, ami nem várt állapot volt, és ezt korrigálnunk kell most a VB-re. Kerülünk, én éppen ezt is korrigáltátok, egy összetett mozgássorról van szó, ahol a csípőnek a karral nagyon együtt kell működnie, és gyakorlatilag hát nem igazán könnyen megy egy olyan szintű versenyzőnek, mint Veres Ádámnak sem. Nem, valóban ez a forma gyakorlat az egyébként is egy borzasztó nehéz, hiszen úgy működik, mint egy... Csak nekem volt nehéz, akkor vissza. Kívülről láthatunk? Ez nekem is nehéz végrehajtani, igen, megmondom őszintén. Ez a forma gyakorlatnak egy nagyon nagy jellegzetesség az, hogy ostorcsapásszerűen kell működjön a kar, a sarokból kiindulva, viszont az nem az ostornak a fogantyúja, és ezt nagyon nehéz átadni. Különösen ő neki, aki szinte 180 cm magas, és egy magas szikás rászról beszélünk, nem pedig egy olyan laza típusú emberről, akinek egyébként is lazák az ízületei, úgyhogy neki ezt nagyon nehéz átadni. Megcsinálja, mert meg fogja csinálni, hiszen tudja, hogy muszáj lesz neki megcsinálnia, úgyhogy mindenképp el fogjuk érni azt a célt, hogy ezt sikerüljön nála végrehajtani, de nem lesz könnyű. Ez a forma gyakorlatnak egy nagyon nagy jellegzetesség az, hogy ostorcsapásszerűen kell működjön a kar, a sarokból kiindulva, viszont az nem az ostornak a fogantyúja, és ezt nagyon nehéz átadni. Különösen ő neki, aki szinte 180 cm magas, és egy magas szikás rászról beszélünk, nem pedig egy olyan laza típusú emberről, akinek egyébként is lazák az ízületei, úgyhogy neki ezt nagyon nehéz átadni. Megcsinálja, mert meg fogja csinálni, hiszen tudja, hogy muszáj lesz neki megcsinálnia. Ez egy olyan kata, ami
bármikor becsúszhat egy versenyen, és hát nem pont a kedvenc katám, ezért gyakorolni kellene, hogy baj legyen belőle. Van sok ilyen dolog, amiket nagyon sokat kell gyakorolni, mivel az év alatti sérülések miatt sokszor nem tudtam gyakorolni egy-egy mozdulatot, és sok mindent be kell hoznom. A világbajnoki dobogó várományosai szinte borítékolhatóan az oroszok vagy a japánok lesznek Portugáliában is. A tolnai karatéka edzője szuggesziójával borítaná bizony a már unalmasnak tűnő JKF Karate VB papírformáját. Annak örülnék, hogyha benne lennék a 8-ban, viszont még nem tudom, hogy mennyien leszünk a mezőnyben. Valószínűleg 2-3 kör nyerni kell a döntőhöz. A korosztályos EB-ből is kiindulva látom a mezőnyt, tehát tudom, hogy az oroszok mire képesek, tudjuk, hogy a hasonló kari belül japán fiúk mire képesek. Én azt gondolom, hogy erőteljesen ott leszünk a nyomukban, nem szeretek előre latolgatni soha semmit, de én bízom benne, hogy ha ez a felkészülés legalább olyan jól sikerül, mint a 2 év ezelőtti írországi, akkor ebből még bármi lehet.